Megduplázták az előzetesen kalkulált magyar érmek számát azok a jetski versenyzők, akik a Nyíregyháza melletti levelekitónál álltak rajthoz a háromállomásos jetski Európa-bajnokság második futamán. 13 év kihagyás után rendeztek újra kontinentális tornát hazánkban, ami kedvezett a versenyzőinknek. Ez a magyar nagydíj 22 nemzet, mintegy 110 versenyzőjével zajlott le, tehát 13 versenykategóriába, és azt gondolom, hogy az, hogy két versenykategóriában magyar himnusz hangzott el, ez nagy öröm számunkra. A külföldi vendégek mellett 31 magyar versenyző állt rajthoz, Heller Krisztián és Szabó Barnabás pedig aranyérmet szerzett. I feel great. It was an amazing weekend. It was quite nagyszerűen érzem magam. Ez egy remek hétvége volt, annak ellenére, hogy nagy volt a forróság, de megnyertük mindhárom futamot. Ez pedig új lendületet ad, hogy folytassam a bajnokságot. A helyszín nagyszerű a versenytársakkal és a parton szurkoló emberekkel. Sok pilóta van itt mindenhonnan Európából, Portugáliától Norvégiáig. A verseny nagyon nehéz volt, ahol a legjobbak küzdöttek a legjobbakkal. Más futamon voltam már itt, de nem Európa bajnokságon. Ez nagy esemény az ország számára, és remélem visszatérünk még. Szerintem a helyszín parádés. Itt például megfelelő körülmények közt tudjuk levinni a hajókat a vízre. Egy elég forró hétvége volt, de a tó az tökéletes az ilyen jellegű versenyekhez. Megszereztem a pole pozíciót, és nagyon gyorsan tudtam menni. De az első futamon sajnos buktam, így csak második lettem. Csodálatos hétvége volt. Elégedett vagyok az eredményemmel. I'm very happy with the result. Én végig úgy gondoltam, miután végigjártam tényleg a világot több helyen is, hogy a magyar az egyik legjobban megszervezett ilyen szempontból, talán a marsalok, a vizen itt segítenek a legjobban itt figyelnek. Nem, mint a máson nem lenne jó, de én szerintem bőven az élvonalban van a rend, a szervezés is, meg maga a lebonyolítás is minden értelemben. A tapasztalt pilóták mellett akadtak olyanok is, akik most találkoztak először a nemzetközi mezőnnyel. Jászai Csongornak ez mindössze a harmadik versenye volt, és bár nem alakult a tervei szerint, szemlátomást nem szegte kedvét. Nagyon ideges és szomorú voltam emiatt az egész miatt, hogy nem sikerült olyan jól, de már kezdem feldolgozni, és egyre jobban. A pálya jó, versenyszervezés nagyon jó volt. Nem annyira hullámzik a pálya, de viszont nagyon gyors. És az én jetskim kicsit lassabb, mert még nincs benne a nagyobb henger. Emiatt az egyenesekben a hátrányban voltam a többiek eszemben. Nehéz, nehéz. Ugye tudni kell, hogy volt egy világbajnok, meg egy világbajnok negyedik helyezett. Még Magyarországról jöttek hárman, meg még egy horvát kisfiú. Vele már versenyeztem egyet, akkor nem volt olyan jó gépe, de most nagyon ügyesen ment, gyors volt, de nehéz volt vele tartani a lépést. Még idén az országos bajnokságon végig fogok menni, és a célom az, hogy világbajnok szeretnék lenni. A pálya elég hosszú volt, részemre nehéz volt, egy éve jetskizek, tehát nem tartozok még a tapasztalt versenyzők közé. A mezény elég erős volt, nálam fiatalabb versenyzők voltak, és nagyon ügyesek, úgyhogy meg kellett küzdenem a hátsó helyezésért is. Jó a pálya, de nem a kedvencem, mert nekem túl hosszú. Én a rövidebbeket kedvelem. Mivel nincsenek hullámok, ezért inkább a gyorsaságon van a hangsúly, és nem a technikán. Az első ötbe szerettem volna kerülni, így a második helyen nagyon elégedett vagyok. Az időjárás az túl jó volt, mondjuk úgy, tehát itt a vasárnapi napra már itt a versenygépek is, meg már a pilóták is már kezdtek fáradni. Hál' Istennek baleset nem volt, ettől nagyon tartottunk, hogy azért itt az Európa legjobbai eljöttek nagyon komoly gépekkel, és ugye ez már a második versenye az Európa-bajnokságnak, tehát itt már azért nagy tétre megy a dolog. Nem volt semmilyen baleset, néhány szúnyogcsipésről tudok, úgyhogy ezzel megúsztuk. I like a Hungarian. Szeretem ezt a magyar helyszínt. A tó gyönyörű, és azt gondolom, hogy a legjobb veteránok mind itt voltak. Én ebben az évben kezdtem el versenyezni a magyar bajnokságban, és ez az első Európa-bajnoki futamom. De azt gondolom, hogy kiváló a szervezés, és nagyon sokat tettek hozzá mind a Magyar Jetski Szövetség, mind a UIM-hez a rendezvényhez. Nagyon jó maga itt lent a parton, illetve nekünk fönt a nagy depó a kempingben van, ami szintén egy kiváló lehetőséget biztosít a versenyek közötti regenerálódásra, illetve a hajóknak a karbantartására. A víz ugye 28 fok körül van, tehát ott azért nehéz felfrissülni,
de megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy itt a szervezés kiváló, és sok olyan hely van, ahova le lehet ülni, árnyékba lehet pihenni, tehát így kibírható. Hetente legalább egyszer, amikor lehetőségünk van, akkor inkább kétszer vízen edzünk, versenytársaimmal bemegyünk, és versenyszituációkat szimulálunk, és ez az a lehetőség, amikor egy ilyen versenyt lehet reprodukálni, és azokat a szituációkat, amikor előzzük egymást, vagy éppen fölcsap a hullám, és ugye a gépen kell maradni, ezeket így tudjuk gyakorolni. Az Európa-bajnokság harmadik zárófutamain még javíthatnak a versenyzőink, addig is az országos bajnokság kihívásai várnak rájuk a nyár folyamán.